Érezhetően megnőtt a benzinkutak forgalma a közelmúltban, és akár a teherszállítási díjak is mérséklődhetnek a csökkenő üzemanyag áraknak köszönhetően. Alig 4 évvel ezelőtt 1 liter 95-ös benzin még átlagosan 451 forintba került, péntekre ez 301 forintra csökkent, de ma is 304 forint volt az átlagár. A benzinfogyasztói ára 6 főtételből áll. Ezek közül a jövedéki adót fix összegben határozták meg, ez jelenleg 120 forint literenként. Az áfa mértéke 27%, ami a jövedéki adót is terheli. Ez azt jelenti, hogy önmagában az államnak megfizetett kétfajta adó literenként 152 forint. A fuvarozó cégek költségeire is jelentős hatással van az üzemanyag árváltozás, azonban ez a költségcsökkenés jellemzően nem hoz számukra többletbevételt. A benzinkúti ár összetevői között szerepel még a termelői ár, amely magában foglalja egyebek mellett az alapanyag árát, valamint a szállítás és a finomítás költségeit. Ezen túl az, hogy a dollár az elmúlt másfél év alatt megközelítőleg 40%-ot erősödött a forinttal szemben, szintén hatással van az üzemanyag árakra. Ennek következtében így kisebb mértékben ér el hozzánk az olajárzuhanás miatti benzináresés, de így is érezhetően megnőtt a hazai kereslet. Az üzemanyagárak változása nagy mértékben, de nem teljes egészében köthető a nyersolaj világpiaci árához. Elemzők szerint a kőolaj kitermelésének magas volumene, vagyis hogy továbbra is túlkínálat lesz a nyersanyagból, a világpiaci ár további esését, így a benzinár csökkenését hozhatja. Sipos Zoltán ügyvezető úr a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Egy nagyon érdekes összefüggésre próbáltunk rávilágítani, arra, hogy mindenki arra gondolhat, hogyha az üzemanyag ára csökken, akkor csökkenhet az élet, vagy olcsóbb lehet az élet, de hogy a szállítmányozásnál és a fuvarozásnál tudnak költségeket csökkenteni. Az önök szektora, az önök ágazat ezt megcáfolja, miért? Igen, mi azt gondoljuk, hogy ez egy eléggé kis szegmens, amit itt vizsgálunk, bár az önköltségeinknek elég nagy részét teszi ki az üzemanyagár. Különböző számítások szerint, és nyilván cégek között is vannak különbségek, az önköltség 30-35%-át az üzemanyag ár teszi ki. Viszont ugye a korábbi válságot követően próbáltunk mi is olyan fékeket beállítani, hogy ne csak az üzemanyagár emelkedésekor legyünk valamennyire bebiztosítva, hanem ha csökkennek az üzemanyagárak, akkor meg nyilván a megbízói oldalon legyen egy ilyen fék. Tehát mi olyan üzemanyagár indexálást vezettünk be, főként a multinacionális cégeknél, amik ezeket a mozgásokat akár pozitív, akár negatív irányba történnek, lekövetik. Tehát jelen esetben ugye folyamatosan csökkennek az üzemanyagárakkal együtt a mi fuvardíjaink és bevételeink is. Az, hogy itthon ennyibe kerül a benzin, mint amennyi volt ma, illetve a múlt héten, az nem jelenti azt, hogy önöknek csak itthon kell tankolniuk, tehát nagy részt külföldön, Nyugat-Európában tankolnak, ami azt jelenti, hogy sokkal drágább is lehet az üzemanyag költség. Ez a kompenzáció, amit ön említett, ez segít-e ezeken az árkülönbségeken, különbözőségeken? Igazából ugye ilyen piaci környezetbe kell, hogy éljünk, tehát korábban is így kellett, hogy dolgozzunk, most is így kell, hogy dolgozzunk. A mi cégünk, a Lerton Trans, nagy multinacionális cégeknek dolgozik leginkább, így a fuvarainknak a döntő többségét nem is Magyarországon végezzük, hanem az Európai Unióba, több mint 60%-ban Európai Uniós országokba tankolunk. Nyilván ott az árszint az nem követi, vagy pontosabban követi, de nem ilyen mértékben, tehát ugye most a környéken Magyarország az egyik legolcsóbb olyan ország, ahol üzemanyagot lehet tankolni. Nyilván ez nem kimondottan igaz Ausztriára, Németországra, vagy akár Angliára, ahol Európában mondjuk a legmagasabb üzemanyagárak vannak. Nekünk elég sok angol fuvarunk is van, úgyhogy ott ezeket a hatásokat ilyen mértékben nem tudjuk kihasználni. Most az üzemanyag ára csökken, vagy alacsonyabb, de vannak olyan kiadásaik a költségoldalon, amelyek az elmúlt időben, vagy időszakban jelentősen megemelkedtek. Melyek ezek, vagy mik ezek, mi sorolnak? Igen, ezek mostanában ekkora publicitást nem kaptak, bár az egyik ilyen költségtényező az most már a személygépkocsi szektort is érinti, ezek a kötelező felelősségbiztosítások. A fuvarozó szakmában ezek ellen mindig is megemeltük a szavunkat, sőt az egyik érdekvédelmi egyesület még eljárást is indítatott, hogy itt nem volt-e valami összeesküvés elmélet. A kötelező felelősség biztosításaink azok az utóbbi 2-3 évben 3-4-szeresére nőttek,
tehát jelen pillanatban egy vontatóra éves szinten akár 1,2 millió forintba is kerülhet egy kötelező felelősségbiztosítás, de mondjuk a pótkocsi tételeknél is el lehet ugyanezt mondani, hogy egy 9000 forintos korábbi éves díj, az most már ilyen 210-220 ezer forintnál tart, ez az egyik jelentős költségnövekedésünk. A másik pedig az, hogy az ágazatnak rendkívül komoly munkaerőhiánnyal kell megküzdeni. A nyugat-európai cégeknek az elszívó hatása az nagyon-nagyon érzékenyen érint bennünket is. Úgyhogy például a mi cégünknél, a Lerton Transznál az elmúlt két évben több mint megduplázódtak a gépjárművezetőknek a fizetései. No, hát egy új jogszabály is ezt lehetővé teszi, hogy többet kereshessenek a kamionsofőrök, mert hogy január 1-től egy megemelt díjat, napi általányt kell fizetni számukra. Mennyi ez? Így van, ez korábban 40 euró volt, amit kifizethettünk. Most január 1-től ez úgy változott, hogy 60 eurót tudunk kifizetni a gépjárművezetőknek napi díjként külföldön. És hát egyéb kormányzati törekvések is vannak arra, hogy könnyítsenek a magyar fuvarozók terhein. Például a külföldi autópályadíjak az iparüzési adóból egy része a külföldi autópályadíjaknak leírható lesz 2016-tól, illetve próbálnak erre a jelentős munkaerőhiányra is megoldást találni ők is, pontosabban segítséget nyújtani. Ez szintén most egy felkapott téma, hogy az OFA bonyolításában 6000 új gépjárművezetőt képezünk ki Magyarországon kormányzati segítséggel. Milyen mértékű munkaerőhiány egyébként itthon? Ez egy tanulmánynak a hozadéka tulajdonképpen ez a szám, amit a 6000 fő, igen, ez nem csak a nemzetközi gépjárművezetők, tehergépjárművezetőkre, és nem csak abban a szegmensben, ahol mi dolgozunk, a nagy kamion 40 tonnás össztömegű kamionoknál, 7,5 tonnás és személyszállításra is kiterjedt ez a kutatás. Ezt a NIT Hungary és az MKF-e közösen készítette ezt a felmérést, és ennek lett tulajdonképpen ez a végeredmény, hogy az ágazat körülbelül 6000 fős hiánnyal küszködik. Nos, tehát vannak költségek, vannak pluszköltségek, van egy jelentős mértékű szakemberhiány, és azért itt az elmúlt időszakban volt még néhány olyan díjbefizetés, gondolok én itt az EKR rendszerre, ami plusz terhet is rót erre az ágazatra, és ennek látják a jó oldalát, vagy ez csak nehézséget jelentett önöknek? Igazából én azt gondolom, hogy árutulajdonos oldalon jelentett ez komolyabb adminisztrációs kényszert, de látjuk már jeleit, hogy tisztul talán a mi ágazatunk is. Tehát akik fekete fuvarokat végeztek, vagy nem biztos forrásból, vagy számla nélkül akartak dolgozni, az úgy néz ki, hogy eltűnt tulajdonképpen a piacról. Nekünk ilyen kisebb adminisztrációs terheket jelentett, és időbeli csúszásokat, de mi üdvözölni tudjuk ezt a rendszert is. Mit tudnak elmondani azzal kapcsolatosan, hogy határzár megnehezíti-e a határátlépést, vagy károkat okoz-e a fuvarozóknak az, ami az elmúlt időszakban a migrációval összefüggésben történt egész Európában? Nyilván a híradások tavaly szeptember környékén kezdték ezt kiélezni, ezt a problémát, mi a saját bőrünkön tapasztaltuk. Hát persze, hogyha az osztrák határon visszarendeződik a határellenőrzés, fokozott ellenőrzések vannak, ezek lassítják a forgalmat. Mi is szenvedtünk el ebből károkat, nyilván nem tudjuk most kimutatni, és nem tudjuk számszerűsíteni, de egy fuvarozó cég akkor tud pénzt keresni, hogyha úton van és árut szállít, tehát nem üresen közlekedik és fuvaroz. Ezek nyilván lassították a mi kapacitásunk teljesítményét is. Igazából itt Európán belül ez kevés publicitás kapott, kiélezve volt ez mondjuk a Calais kikötőre, az angol forgalomra. Mi cégünk elég jelentős forgalmat bonyolít le Angliába, és ott bizony többször komphajó kimaradások, vagy akár a csalagútnak a leállításához is vezettek az ilyen migrációs tüntetések, vagy lázadások, ellenőrzések, és ezek jelentősen befolyásolják a mi mindennapjainkat. A gépjárművezetők biztonsága érdekében mit tudnak tenni, milyen eszközeik vannak erre? Mi például Angliában a bevándorlási hivatal által auditált cég vagyunk, tehát az angol bevándorlási hivatalnak vannak olyan ajánlásai a biztonságra vonatkozóan, tehát csomagtérzár, különböző ellenőrzési mechanizmusok, amiket, hogy elvégez a fuvarozó cég, akkor igazolva érzik azt, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy biztonságosan keljünk át, és ne legyenek migránsok a raktérbe. Elég komoly büntetéseket fizetnek, tehát szankcionálják azt, hogyha valaki ezeket az ellenőrzési pontokat nem tartja be. Mi megpróbálunk megfelelni, de sajnos még így is előfordul, hogy kicseleznek bennünket ezek az afrikai jó emberek.
helyesen kell lenniük. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.